első csata ez a térképen, gondolkozzunk. Lehet, hogy jobban járnék egy megfontoltabb játékkal. Tudnám megírni egyébként eljönni erre az oldalra. Leszünk ilyen hevisebbnek. Nem, mint Pörgör térképen a hevi tühöngő. Első elnézésre. Kérdés az, hogy vajon mennyire lehet itt előre menni. Azt nem gondolnám, hogy ott a vízben valaki támadna. Aha, szóval csőpálya. Úgy látom, ebből a szempontból a Wargaming marad olyan, mint korábban. Amúgy a Wargamingnek azt kell megtanulnia, hogy mitől volt régebben sikeres rohó, meg ugye ezek a régi alaptérképek. Régebben olyan jók voltak a térképek ebben a játékban, tehát az első térképeket annyira eltalálta a Wargaming. Ezek az új térképek pedig így játékmenet szempontjából sehol nincsenek. Viszont ahogy látom, amúgy ebből a pozícióból van lehetőséged tiketet lőni. Hát elvileg egész addig, ameddig ez a pozíció megvan, addig az ellenfél nem tud rámenni a kepre. Egy tippenem kéne. Ez egy mocskos undorító kemper pozíció. Valamit sejt. Az estérvékel. És a bázison, hát igazából a bázison van egy szikla, szóval hát a szikla mögé el lehet bújni. És akkor elvileg innen ugye nem tudnak ellőni, legalábbis így papíron, erre gondolnék. Ah, és pont eltűnt. Pedig ott kell lennie valahol annak a borosnak. Jaj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 
adódó probléma volt. Talán el lehet vinni. Ez a pálya egyébként ilyen kis kempelgetős, ilyen kis... beállsz és akkor mehet a sniping pálya. Legalábbis eddig úgy tűnik. A borost elvinném. Ugye ezt tőle tartottam, hogy talán rám lát. A TVP az teljesen visszahúzódott. Ajajaj. Hát, rohanni kell innen. Valószínűleg teljesen be kell állni nagyjából oda. Ez a térkép is olyan, hogy nehéz szankol, kb. Halott vagy nehéz szankol. Egyelőre lehet, hogy bannolnám a mappot. Ez a map tipikusan akkor működik jól, ha valami gyors tankkal játszol. El lehet jönni. Ez egy biztonságos útvonal. Mondjuk tök jól néz ki. Szeretnék akkor ismerni, hogy jól néz ki. Hát igen, ez inkább ilyen gyors tankokkal működik, medekkel, amiknek van páncélzatuk, de közben van a sebesség is, szóval... egy mausszal ezen a mappon kb. Ide eljössz, és vagy szerencséd van, mert átoljátok, vagy nincs, és akkor szelfezletom benneteket. Viszont úgy látom, hogy ezen a mappon nincs olyan tipikus, tudod, kezdő pozíció. Legalábbis nem találtam meg. Tudod, olyanra gondolok, mint mondjuk van Pearl River-ön, vagy kb. Bármilyen térképen beászol ova, és akkor már kb. A csata első percétől kezdődően tudod formolni az ellenfél járműveit. Úgy érzem, hogy ezen a mappon ilyen specifikus kezdő pozíció nincs, vagy pedig majd ki kell tapasztalni, hogy tulajdonképpen hol vannak az ilyen pozíciók.
Az jön valami, effé fogadjunk, nem? Néz egy. Ja, ő tud valamit. Haver, ez így csalás. Így ellőni egy Centurion-t, annak számít. Nem mondták el még neked? Nem fogok időben betölteni, egyszer még ellő. Hát ez ennyi. Nem hiszem, hogy bárki rám jönne. Jó, hogy talán mégis. Jó, elvileg innen tud jönni, ha nem tévedek. Érdekes. Jó, GG's. Jó van, nem baj, játszunk még ezen a mappon. Ez így kezdésnek amúgy érdekes. Úgy látom, hogy ez többé-kevésbé egy csőpálya. A végjátékban egyébként egészen izgalmassá válhat. Meglátjuk még. Hát érezte. De én gondoltam, hogy valami majd rám jön. Arra gondoltam, hogy betámadnak. Gondolkoztam azon, hogy lehetne kivédekezni a dolgot. Hát figyelj, nem szörnyű. De nem szívesen játszanék egy lassú tankkal ezen a mappon. Egy gyors tankokkal, nem tudom, sárfot úrral, szintén ez a map nagyon menő lehet. Ilyen egy TNH-val szintén tud működni, TVP-TD-vel. Brossal nyilván. Udesszel. Nem, erre a mapra szintén mindenféleképpen kell a sebesség. Már játszottam Centurion AX-el egy csatát ezen a mappon, amit abból a csatából megtanultam, hogy ez többé-kevésbé egy csőpálya, szóval arra kell készülni, hogy így szemtől szemben mennek a harcok. Talán erről az oldalról jobb a part. Tele van a csata OPTD-kkel, na jó hír, hogy nincs sorti. Na nézzük. A nem a mi célpontunk. Ú, viszont az a sár, az viszont egy menő célpontnak tűnik így első ránézésre. Menekülni próbál, vagy bár tűnik. Na hát ez egy igazi World of Tanks szélmény, úgy látom. 500 méterről sznájpoljuk a másikat, akik huldánban vannak meg minden. Oké. Okay. Ha van Wargaming, hogyha ez a játék, akkor beállunk ide Huldanbe, és akkor hát a sniping 500 méterről. Jól hangzik, jól hangzik. Na hát az minusz egy. Hát csak rá kellene menni arra a Projectorino-ra. Hello, sötöbe. Rendben, hibázott. Erre számítottunk. Hello, Commander. Yep, yep. Íme az új térkép. Oyster Bay. Szegény. Valamilyen szinten sajnálom ilyenkor az STRV-ket. Mind a kettő roffoltál, pedig egyébként ezek a régi királytankok. A hasz, hogy nem ment be. Amire figyelnem kell majd, az nem más, mint hogy abból a pozícióból lehet snipe-olni. Menekülnek, úgy látom. Repesz betöltve a grillére. Kár volt. De attól még elvittük. Gondolom a Skoda meg valahol ott lehet. Hát
ahogy nézem, egy fosbé lehet valahol a háttérben, mert ott kempelget, vagy ilyesmi. És igen, erről beszéltem, hogy oda lehet beállni, hogy onnan lehet lőni a támadókat. Elég jó pozíció, szerintem a Skoda egy kicsit túltolta. Fosbé megfulladt. Igen, látszik, hogy bejön az embereknek az új pálya. Megfulladnak a full HP-n lévő TD-vel. Tehát biztos csak, tudod, biztos csak ért megcsúszott valami. Nem volt szándékos ugyan már. Hát figyelj, tolni kell. Új pálya, vagy nem új pálya, de ez egy ilyen turbótérkép. Legalábbis erdényen úgy tűnik, hogy a turbótérképpel van dolgunk. El kéne menni, haver, mert itt van a konvé, öreg. Itt van a konvé. Haló? Nem látok rá. Szegény. Hát figyelj, új térkép, nem új térkép, jól néz, hogy nem néz jól. Attól függetlenül ez is 5 perces turbócsata, szóval... GG Wargaming, GG Weblaid. Ez a harmadik csatám ezen a térképen. Játszottam már meddel erről az oldalról, meg a másikról. Most megnézzük, hogy egy nehéz tankkal mire megyünk. Általában egyébként a port az, ami el szokott esni, általában azt szokták betolni a medek. Ugye ez a heavy oldal. Gondolkozom rajta, hogy talán megérné elmenni erre az oldalra, védekezni. Nem, azt szerintem a 60 TP, az SS, meg a BZ az 4 nehéz tank. Szerintem azok vagy megtartják az oldalt, vagy akár még át is tolják. De ha itt bejön az ellenfél, akkor védekezni onnantól kezdődően nem lesz könnyű. Megnézzük, hogy milyen az, amikor nehéz tank az ember nem megy a nehéz tank oldalra, hanem bevédi a partot. Wow! Na ez mondjuk jól néz ki. Azon tűnődöm, hogy lehet, hogy ez a pálya valamilyen szinten összeköti majd a Votot, meg ugye a Warships-et. Bár szerintem egyébként ez a gondolat alapvetően hülyesség, aztán ki tudja. Tudom, hogy az ellenfél ebben a körben nem akar eljönni erre az oldalra, pedig meg voltam arról győződve, hogy ezen a ponton általában elesnek a tankok. De ugye a tapasztalat eddig az, hogy itt bizony az ellenfél általában át szokott törni. Hello, Doki! Valakit rekkel még egyszer? Na, az számára pörma. Ennyi volt a WZ. Oh! Na most, vagy megvárta az előbb azt, hogy a legénysége megjavítsa a lánctalpat, vagy pedig dupla überrel tolta. Nem is tudom. Hello, Arti! Betarti. Betarti az rám van kattalva. Nem baj, megtoljuk a partot. Figyeljetek, itt van mögöttem a félnémet hadsereg. Ha valamikor, akkor most meg lehet tolni. De... lehet, hogy inkább megyünk a hosszabb úton. Lehet, hogy inkább megyünk a hosszú úton. Megpróbálom megmenteni amúgy a srácot, de nem tudom, hogy odaérek-e időben. Sajnos nem. Hát ez nem jó. Amúgy ez a kors lehettem volna én is. Tehát ha nem megy ott le, nem mutatja meg, hogy ott amúgy felborulsz és szörnyet válsz, akkor az lehettem volna én is. Oh, hello, WZ.
A legfontosság az meg így valahol eltűnt. A legfontosság a félúton valahol megadta magát. Hello Arctic. Köszi a supportot. Na, gyere FPTD, mutasd mit tudsz. Mozgás közben fogcsemplövés. Hát nem jött be. Ez a parti egér hadművelet. Hát váltunk repászorombolóra. Kettő repászoromboló elég lesz FPTD-vel szemben. Abban meg majd bízni kell, hogy a Force nem akar bennünket széttárazni. Nyilván szét akar, de hogy talán nem fog tudni. Ugye ezt nincsen kedved, megvárni a Mouse-a közel full HP-jával, menjen és akkor kicsit elvegy a lövéseket, meg tudod ilyen átlag dolgok, ha? Haver. Na jó, mivel a tüzérség az konkrétan bárhol lehet, lehet inkább. Hallod? Ezek az ütegek lőnek is? Na nem már! Wow, oké. Napot, Jerikó, napot. Igen, valóban az a helyzet, amit mondtam is korábban nektek, hogy ezen a mappon egy ilyen lassú tankkal játszani, mint a Mouse, nagyon necces. Ez a map, ahogy én látom, tipikusan olyan tankoknak fekszik, amik ugye mozgékonyak. Szerintem ez inkább egy ilyen közepes tank per gyors nehéz tank térkép, mint ilyen lassú tank térkép. Ez túl nagy egyszerűen ahhoz, hogy Mouse-szal lehessen rajta játszani. Mármint, érted, én próbálok helyezkedni, meg úgy agresszív lenni, meg minden, de olyan nehéz odaérni egy ilyen lassú tankkal a csatába. Viszont, ahogy én látom, ez a rész, ez a part eddig fontosabbnak tűnik, mint a heavy oldal. Eddig az a tapasztalatom, hogy mindig, amikor a part az így, érted, elesett, akkor általában az ellenfél elvesztette az egész csatát. Sok esetben hiába nyerték meg ugye a heavy oldalt, a vulkán rész, attól még veszítettek. Amúgy talán ez az eddigi legszebb térképben a játékban, de ettől még nem lesz jó térkép. Juha. Igen, ez a vulkán például a háttérben szintén nagyon jól néz ki. Nézd meg, hülyét csinál ez a háromból a Bob Jack. Szegénye három. Le van nerfelve. Le van nerfelve, ugye? Ennyi a magyarázza. Na, cheater a G-baby. Hát igen, a sebzés az úgy kimaradt ebből a csatából. Ez inkább egy ilyen elmejáték volt. Elmentünk a polcakaszra, elintéztük a kettő VZ-t, a kettő TD-t, és igazából antól kezdődően áttoltuk a poltot, és akkor easy peasy lemon squeezy. Nem volt ez rossz egyébként. De mondom, ez inkább egy olyan térkép, ami inkább fekszik a gyorsabb járműveknek szerintem. Ez ilyen lassú tanulhodnak, mint a Mouse. Őt meg sajnáljuk, de hát elrontotta. Eddig tényleg az a tapasztalat, hogy amikor meg volt nyerve a partszakasz, olyankor általában meg volt nyerve a csata is. Szóval első körben megnézzük, hogy a partszakasz hogy működik. Talán csapó kettőbe összejön. Beletolatott. Nem baj. Ez jó nekünk. Nekem eddig többé-kevésbé egyébként jók a csatáim az új térképen.
Hogy azt tudni kell, hogy amit most csinálok, az nem egy rossz megoldás, viszont nem Artisafe, illetve csak Huldánban működik. Ide kiállni nem igazán megérős. Oda. Általában ellőnek. Ez a rész inkább ilyen Huldán tanakoknak van fenntartva. Badgerrel talán három van ilyen Kemper TD-k közül. Jó, kicsit megyünk bátrabban előre. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy ott a sarkon, hogy a kinézhetnek rád, szóval... erre kell készülni. Illetve innen azokat, amik ott támadnak, lehet lőni. Ezt még érdemes észben tartani. Húha, ez rengeteg tank. Duplán lőtték le tartályunkat. Jó. Lövétek, lövétek csak. Jó. Az én hibám volt. Nagyon jó, nagyon jó. Hoppá! Az úgy, mínusz egy baby. Ami egész addig, ameddig nincsen tartályom, addig nem kéne támadni, de ha már mint egy Huldán pozíció, akkor ezt csak kihasználjuk. A Rogettóra ilyen szögből csak a hit. AP, APCR pattant volna. Na jó, tudod mit? Nem leszünk kemények. Csináld ezt, csináld. Jó, tédelt egyet. Van egy kis időnk, kukola, mint gyenge pont, és let's go, baby. Illetve, ha már itt vagyok, megnézem, hogy azok a heavy tankok lőhetőek-e. Szerintem ugye ott lehet őket lőni. Ja. Jó, csak Centurio, ha jól láttam, meg szemmel egy T-100 LT, U-T-100 LT. Csak track. Kár érte. Na várjál, ott a Rhino. Erről beszéltem, hogy lehet lőni a heavy-ket. RNG, ugye? Csak ugye az RNG az... nincs velem, pedig APC-ért lövök. Szóval igazából be is adhatna a játék. És egy jó célpont lenne. Hát azt viszont inkább hittel kéne beütni. Vagy ellőni pontosabban. Lepattanó. RNG Jesus! Miért nem támogatsz? Kapzsi! Megint csak track. Viszont ez neki pörma, előbb is láncoltuk. Oké, köszönöm csapat, köszönöm. Vissza az APCR-re. A 30B rossz pozíciót választott magának. Amúgy feltehetően a part szakasz ezért egy elképesztő pozíció, mert ugye valamilyen szinten tudott támogatni a heavy-ket is. Rhino sem egy rossz célpont. De merre lőttem. Hát ja, az RNG az se nem igazán van velem ebben a körben. Végre! Köszönöm Wargaming! A Rhino az már nem lőhető, a Chippy az nyolnánt van. Nézzük az a százat. Gondoltam, hogy talán a torony tetejét majd el lehet lőni, nem jött be a dolog. Sajnálom ezeket a lövéseket. Nem volt gond egyébként a hit, ha ugye a hordókat nem találtam volna el. Van egy full HP-n lévő végépézi az ellenfélnek, illetve van még egy full HP-n lévő lightweight az ellenfélnél. Nem tévedek, egyébként itt fel lehet mozogni. Úgyhogy közben ugye az ellenfél ne tudjon ellőni téged.
Ó, viszont az a égép izé jónak tűnik, mint célpont. Na várjál, ott van a 0 HP-n lévő E5, S-Punk, S-100. Hoppá! Ott egy 54. Na jó, arra rá kell menni. Talán itt el lehet... Ennyit megér szerintem. Itt elbukni 500, az szintén megéri. Elrontotta a lövését, helyes. És ez megint hulldán lesz nekünk. Ajaj. Látom, az Arti az úgy gondol, hogy akkor megbüntet engem. Lehet, hogy égép ízzel marasson lőtővé válik. Nem figyel ránk. Kezdek egyébként kifogyni a lőszerből. Talán még pont elég lesz. Hát, nem tudom. Talán egy kupola, ha bejönne. Full HP-n lévő... Ja, pizda. Kicsit zavaró. Ellenfél, sajnos, vagy nem is sajnos, de jól csinálja. Oké. Okay. Nincsen gandapam. Az valami láztartalűség volt. Az a baj, rengeteg 0 HP-n lévő ellenfél van jelenleg ugye, van a csatában. És nem adja be. Törnyű. Hát akkor, hús, séf, menekülj! Ne! Hát az RNG nem tudom ebben a körben hol volt, de hogy nem velem, az biztos. Kigyújt! Szemből kigyújt és leégek. Hát az GG Beyblade. Ez a játék egyébként néha elképesztő. Maga a pálya az olyan szempontból érdekes, hogy rengeteg olyan lehetőség van, hogy keresztbe lehet lőni ugye az ellenfeled, de ebben a körben nem tudom, hogy hol volt az RNG-m. A lövések a nagy része mellé, tehát 27 lövésből 7 totál mellé ment, 8 meg lepattant az ellenfélről. Aztán, érted, elő az 54 és kigyújt és leégek 1300 HP-ról. Brutálisan balszerencsés voltam ebben a körben.